Önök az Emplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. A rendőrség átszervezése elérte Sátoraljaújhelyt is. Új osztályok alakultak és személycserék is történtek a kapitányságon. Téli sportőrület a hétvégén a Magashegyen. Sikeres volt a második snowshow az Emplén Kalandparkban. Kiszabá végetéssel már kergették a telet a Sárospataki Rákóczi iskola tanulói. A rendőrség átszervezése érintette a Sátoraljaújhelyi kapitányságot is. A belügyminisztériumi rendelet alapján új osztályok alakultak és személycserék is történtek az egyes részlegek élén. Jelentős változás, hogy a kapitányság működési területén lévő járásokban rendőrőrsök alakultak. Jelentősen átszervezték a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányságot is. Egyrészt új osztályok alakultak, másrészt több vezető új beosztásba került, más szakfeladatot lát el. A rendőrségi átalakításokat belügyminisztériumi rendelet alapján végezték, amely megkülönböztet kis, közepes és kiemelt rendőrkapitányságokat. Ez függött a létszámtól, és van Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság létszáma 100 főt meghaladta, így nagy kapitányságnak minősült, így több osztály, illetőleg alosztály létrehozására került sor. A rendőrkapitányság bűnügyi osztályát két részre osztották. Létrejött egy vizsgálati osztály, amelynek vezetője Sáfrányos György rendőr őrnagy lett. A bűnügyi osztály új vezetőjének pedig Kántor Csaba rendőr alezredest nevezték ki. A cigándi rendőrös korábbi őrsparancsnoka Séra Csaba az új helyi kapitányság vezető helyetteseként a közrendvédelmi és határrendészeti osztályt vezeti. Dr. Gák Krisztián rendőr alezredes pedig az igazgatásrendészeti osztályt irányítja. A cigándi őrsnek korábban nem voltak alosztályai. Február 1-ével azonban ott is létrehoztak egy bűnügyi és egy közrendvédelmi alosztályt. A cigándi őrsparancsnok Kecskés Lajos rendőr százados úr lett, míg a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság közrendvédelmi és határrendészeti osztályán a határrendészeti vezető pedig jó magam, Nagy Zsolt alezredes lettem, míg egyidejűleg velem pedig Szabó Róbert rendőr főhadnagyúr pedig a közrendvédelmi szolgálati ágnak lett a vezetője. Nagy Zsolt rendőr alezredes emellett sajtószóvívői feladatokat kapott. Ezt követően minden a rendőri intézkedésről, bűncselekményekről és rendőrséget érintő jogszabályváltozásokról a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság képviseletében az ő feladata tájékoztatást adni. A köztiszteletben álló Nagy Ilona nyugdíjas pedagógust köszöntötte 90. születésnapján Aross János Sárospatak polgármestere. Ilonka néni korábbi tanítványai is a városvezetővel tartottak. A nyugdíjas pedagógus elmondta, saját gyermeke ugyan nincs, de tanítványai minden örömöt pótoltak számára, csak nem 40 éves pályafutása alatt. Egykori tanítványok és Sárospatak polgármestere érkeznek a pedagógus lakásokhoz. Mindannyian Nagy Ilona nyugdíjas pedagógus köszöntésére készülnek. A nagy tiszteletben álló hölgyet 90. születésnapján köszöntötték fel. Ilonka néni elmondta, sosem született gyermeke, így számára a bátyja családja és az iskolai növendékek jelentették a nagy családot. A pálya pedig teljes egészében betöltötte az életemet, és így szoktam mondani, ha végeztem munkát, az a kötelességem volt, és kiemelésre, dicséretre soha nem számítottam, és nem kívántam, hanem helyette a gyerekek szemében szerettem látni az örömöt, a gyerekek csillogó szeme vitt engem egyik napról tovább a másikra, és bizony, 36 éven keresztül a tanítás, a nevelés, a kisebb korú gyerekekért, meg a tanítóképzősök képzésében való részvétel jelentett mindent. Ilonka néni meghatározó alakja volt a pataki oktatásnak. Nem csak az általános iskolában, a képzőben is letette névjegyét. Tiszteletet és elismerést vívott ki magának. Több egykori tanítványa ma már barátként, példaképként üdvözli.
mert nem csak a kicsiket tanították, hanem formálták a pataki személyiséget. Hiszen Ilonka néni a tanítóképzőnek is meghatározó tanára, pedagógusa személye volt, és hát láthatjuk, hogy milyen friss, szellemileg milyen friss, olyan beszédet mondott itt most nekünk felkészülés nélkül, hogy mindannyian irigyeltük. És ami még különlegessé tette ezt az alkalmat, látható, hogy milyen szeretet övezi, hiszen volt tanítványai szinte valamennyi év folyamáról eljöttek, köszöntötték, közöttük olyanok is, akiket tanított, majd kollégaként dolgozott, majd a főnöke lett például Földi Feri bácsi. A 90. születésnapon nagy derültséget okoztak a régi történetek, amelyek egyikéről másikáról még a tanárnő sem hallott korábban. Síverseny, retro bemutató, sílésztesztek és korcsolyaparti várta a hétvégén a Zemplén Kalandpark vendégeit a második Snowshow-n. A szervező Talpon Síelők Sportegyesületnek számos sátora jó helyi tagja van, a programmal pedig az volt a céljuk, hogy minél szélesebb körben megismertessék a Magashegyi Sportcentrumot. Néhány év múlva lehet, hogy már ez a pici baba is olyan bátran siklik majd le a Magashegyi sípályán, mint azok a gyerekek, akik beneveztek a második Bodapál emlékkupára. A versenynek idén több mint 100 indulója volt, a legkisebbektől a 70 év fölöttiekig minden korosztály képviseltette magát. A kupán részt vettek a verseny névadójának, a Sátoraljaújhelyi Sísport egyik megalapozójának unokái is. Mi Miskolcon élünk, tehát ilyen szempontból nekünk Újhely ugye egy külön kirándulás, de amikor ilyen rendezvény van, akkor természetesen, de amúgy is kiszoktunk ide látogatni, mert egy nagyon jó síterep, egy nagyon kellemes hangulatú közösség van itt, és hát nekünk egy külön büszkeség az, hogy ezzel a vezetéknévvel itt lehetünk, és hát hogy indultunk a versenyen, azt nem mondanám, inkább részt vettünk egész pontosan, de teljesítettük azt, amit nagyapánk tiszteletére teljesítenünk kellett, és nagy örömmel tettük. Bodapál mellett Homonnai Nándor is sok száz gyereket tanított meg síelni. Nándi bácsi idős kora ellenére is szívügyének tekinti a sportot, és most is nyomon követte a Magashegyen zajló eseményeket. Nagyon boldog vagyok, hogy ennyi versenyző és ennyi közönség van. Ez biztos, hogy szaporodik, mert mindenki a gyerekét megtanítja. Én a szülőket tanítottam valamikor, most pedig a szülők a gyerekeket. A Snowshow szervezője a Talpon Síelők Sportegyesület volt. A civil szervezet a rendezvénnyel a lehető legszélesebb körben szeretné népszerűsíteni a Zemplén Kalandparkot, az új helyi sípályákat. Több barátunk, illetve a kis Viktor is, a másik szervező, ugye helyi lakos, ide köti a szíve, és egyértelmű volt, hogy ide hozzuk ezt a rendezvényt, illetve hogy kitaláljuk ide. Az érdeklődők tesztelhették a különböző gyártók léceit és felszerelését, de a programot retro síbemutató is színesítette. A síléc, a cipő, kötés, az 30-as évek, a többi ruhadarab az mostani időből lett összeszedve, de korabeli fotók alapján van összeállítva. Tehát körülbelül a 30-as, 40-es években a polgári sízés az ilyen felszerelésekkel történt. A bot egy kicsikét az modernebb, az 50-es évekből van. A késő délutáni órákban a Magashegy lábánál a síléceket felváltotta a korcsolya. A műjégpályán ugyanis after partival zárták a második Snowshow-t. Megrendezte hagyományos farcsangi bálját a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskola. A mulatságot idén a Kossuth Lajos Művelődési Központ pódiumtermében tartották. A 8 évvel ezelőtti első bál óta szokás, hogy ilyenkor minden intézményből a végzős diákok adnak elő egy-egy táncot. Így volt ez most is. A keringőtől a country táncig a legkülönbözőbb produkciókkal készültek a 8-osok. Egy nagy közös tánccal indult idén a Kazinczy bál, amelyen szülők, pedagógusok, támogatók, ismerősök, több mint 250-en együtt mulattak, ezúttal a Kossuth Lajos Művelődési Központ pódium termében. A bálon már hagyomány, hogy minden tagintézmény külön tánccal készül, amit a végzős 8. osztályosok adnak elő. Mindig irigykedve néztük a nagyobbakat, ahogy próbáltak a szép ruhákban,
és most olyan jó érzés, hogy mi is itt vagyunk. 8 esztendővel ezelőtt azzal a céllal rendezték meg először a bált, hogy az akkor közös fenntartás alá vont intézmények között legyen egy kapcsolódási pont. Ez év januárjától ismét új fenntartója van az iskolának, de a cél ugyanaz maradt. Nem kifejezetten a bevétel centrikus, én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó belejárója ennek a rendezvénynek. Inkább az, hogy itt a szülőkkel egy kicsit közvetlenebb, kötetlenebb kapcsolatot tudunk kialakítani, és itt a gyerekek is egy kicsit másképp készülnek. A tagintézmények 8. osztályosai már évelején eldöntik, hogy ők milyen tánccal szeretnének szerepelni. A Petőfi Sándor általános iskolások idén a palotást választották. Nagy örömmel készülnek, keringőt választottunk, mert évelején mindig megbeszéljük, hogy melyik iskola melyik táncot táncolja. A keringőt, és nem csak a 8-osok, hanem 7-esek is beálltak, úgyhogy így egy nagyon szép csoport állt össze. A bál bevételét minden tagintézmény saját céljaira használhatja fel. Azok a szülők, akik nem vettek részt a bálon, tombola ajándékokkal és támogató jegyekkel segíthették gyermekeik iskoláját. Természetesen a 8-os szülők közül is vannak vendégeink, megtisztelték a bált ezzel, és a fellépő gyerekek miatt el is jöttek és leültek az asztalunkhoz, és ott ülnek mellettünk. Nagyon jól ismerjük őket, 8 éven keresztül segítették az iskola munkáját. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadták a meghívásunkat, és együtt örülhettünk ennek a szép tánc sikernek, mert én úgy gondolom, hogy a gyerekek tényleg, mint ahogy eddig, most is nagyon felkészültek, voltak is ügyesek. A tagintézmények vezetői szerint minden iskolának fontos ez a bál, mert jó alkalom arra, hogy kötetlen formában találkozzanak tanulóik szüleivel és a többi intézményben dolgozó kollégákkal. A bevételek azok változóak minden éven, tehát valamikor több, valamikor kevesebb. Természetesen vannak ezzel célok, elsősorban a taneszközök parkunkat szeretnénk fejleszteni, tehát taneszköz beszerzésre fordítanánk a jövedelem egy részét, akkor kívánjuk belőle a tehetséges tanulókat, úgy mondom a versenye jutásukat elősegíteni, illetve ilyen tehetséggondozó táboroknak a menedzselésére, sporttáborok menedzselésére próbáljuk elhasználni ezt a bevételt. A táncos produkciók után a főszerep a szórakozásé volt. A legfiatalabbak néhány tánc után átadták a parkettet szüleiknek, tanáraiknak, akik késő éjszakáig mulattak a 8. kazinci bálon. A kiszebáb égetés hagyományosan a farsang lezáró része, egyben szimbóluma a tél előzésének és a tavaszvárásnak. Ezt a néphagyományt elevenítették fel a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. A gyerekek a bábot is közösen készítették el, a népi alapokra épülő műsort pedig az osztályok közösen tanulták be. A hosszú szürke álom érjen véget, ha lehet, s ne hozzon több hideget. Régi néphagyománya a kiszebáb égetés, a tél előzését szimbolizálja. Leggyakrabban a bábot meggyújtva egy folyóba dobták azt. Sárospatakon már 15 éves múltja van annak, hogy a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában a tanulók hagyományőrző műsorral igyekeznek előzni a telet. Idén is sokat készültek rá. Épp táncosok ruháját használtuk fel, és akkor ilyen népi, hát népiesen. Mutatjuk be a műsort. Köszönöm szépen! A beöltözés mellett a kiszebáb égetés hagyományáról is sokat tanultak a gyerekek. A lényeget Dávid foglalta össze. Hát, hogy a télnek nem sokára vége van, és így űzzük el a telet, hogy jöjjön a tavasz. A báb elégetése nem csak a tél előzését jelenti. Ilyenkor a rossz cselekedetektől is meg lehetett szabadulni. Jelképesen eltemetjük az idei bűneinket, elégetjük az idei bűneinket a kiszén, és eltemetjük a telet, és várjuk nagy örömmel a tavaszt. A kiszebáb égetésre minden évben várjuk az óvodásokat, tisztelettel meghívjuk őket. Ez már az elsős várományossági projektnek a része is, és rendszerint minden évben eljönnek a nagycsoportosok az óvónémikkel. Az idén verses zenés műsor színesítette a programot, amelyet ezúttal a 4. osztályos tanulók adtak elő az iskolai közösségnek és az érdeklődő óvodásoknak. Megtartott a hagyományos farsangi bálját a Herczegkúti Gyöngyszem Német Nemzeti Általános Iskola. A gyerekek számos ötletes jelmezzel készültek, a rendezvény legszínesebb eseménye a diákok maskarás felvonulása volt.
A település polgármestere szerint az iskola szervezésében zajló programnak fontos szerepe van a település életében is. A Herczegkúti Általános Iskola nevelőinek műsora nyitotta meg az oktatási intézmény farsangi báját, amit a gyerekek hagyományos jelmezes felvonulása követett. A diákok nem csak maskarába öltöztek, hanem kis jelenetekkel is készültek a rendezvényre. Azzal készültünk, hogy mi a hét vezér leszünk. Hogyan készültek, valamit bemutattok-e esetleg? Igen, a vérszerződést is fogjuk bemutatni. Miért hétvezérnek öltöztetek? Hát mivel a fiúk pont heten vannak nálunk az osztályban, és éppen innen jött az ötlet. Ameddig életünk tart, sőt utódaink életében is, mindig álmos vezér utóda lesz a vezérünk. A hét vezér mellett találkozhattunk még tornászlányokkal, hegymászókkal, és azt is megtudhattuk, hogy a két híres gall képregényfigura, Asterix és Obelix hogyan szerezte meg Julius Cézár babérkoszorúját. Persze megjelentek a már hagyományosnak számító hercegnő, tündér és ninja jelmezek is. A gyerekeknek az egyik legkedvesebb ünnepük a farsang, már hetek óta izgatottan készülnek jelmezekkel, otthon a szülőkkel, az iskolába is állarcokat készítünk, és nagyon várják, hogy belebújjanak valamilyen jelmezbe valaki másnak a bőrébe. Az általános iskola hagyományosan minden évben a művelődési házban tartja a farsangot, amelyre szülők, gyerekek és pedagógusok közösen készülnek, nem kis energiát fektetve a jelmezek elkészítésébe. Mindenképpen egy közösségi program, hogy itt a kicsik megmutathatják magukat, egy kicsit ilyen színpadi élményt is nyújt nekik, persze a bátortalanabbaknak nem fontos, hogy fölmenjenek a színpadra, de... Egyébként így a farsangnak nagyon jó az a lehetősége, hogy egy kicsit átváltozhatnak a gyerekek, és bárminek a bőrébe bújhatnak, és egy kicsit más arcukat tudják így megmutatni. Bár a farsangi bált az általános iskola rendezte, ahogy a többi hercegkúti eseménynek, úgy ennek is jelentős, összetartó, közösségfejlesztő ereje van a település életében, mondta a polgármester. Egy Herczegkúton nagyon sok rendezvényünk van, sokak szerint túl sok, szerintem pont annyi, amennyire szüksége van egy egészséges közösségnek. Így van ez a farsanggal. Örülök annak, hogy a Herczegkúti iskola a hagyományos szíven ismét megrendezte a farsangot. A Gyöngyszem Német Nemzetisége Általános Iskola farsang ünnepségén a művelődési házat teljesen megtöltötték a szülők, nagyszülők és az érdeklődők. A gyerekek pedig a jelmezes felvonulást követően újra színpadra vonultak, hogy még egyszer mindenki megcsodálhassa az ötletesebbnél ötletesebb maskarákat. Híradónk végén főbb híreink még egyszer egy-egy mondatban. A rendőrség átszervezése elérte Sátoraljaújhelyt is. Új osztályok alakultak és személycserék is történtek a kapitányságon. Téli sportőrület a hétvégén a Magashegyen. Sikeres volt a második snow show az Emtén Kalandparkban. Kiszabá végetéssel már kergették a telet a Sárospataki Rákóczi iskola tanulói. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha a kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!